Szeptember 1-én csütörtökön az ország valamennyi általános és középiskolájában becsöngetnek. Elkezdődik a 2022-23-as tanév. A szekszárdi tankerület 26 intézményében 8600 diák ül be a padokba, közülük 860-an elsősként. Nyáron felkészültünk a tanévkezdésre, elvégeztük a szükséges nyári karbantartási munkákat, tisztasági festéseket, úgyhogy már csak a diákok hiányoznak az iskolákból, akik holnap meg fognak jelenni. A tanév 2023. június 15-éig tart majd. Az utolsó évfolyamosoknál, vagyis az érettségire készülőknél május 4-én ér véget, a két évfolyamos szakiskolákban pedig május 31-én. Az őszi szünetre idén október 29-e és november 6-a között kerül sor. A téli vakáció december 22-én kezdődik, és 2023. január 2-án ér véget. Míg tavasszal a következő évben április 6-a és 11-e között pihenhetnek a diákok. A gyerekek egyelőre jelenléti oktatás szerint tanulnak majd, a magas rezsijárak miatt viszont nem kizárt, hogy később egyes intézményekben távoktatást vezetnek be. Erről Maruzsa Zoltán, közoktatásért felelős államtitkár beszélt néhány napja. Azt is mondta, hogy a megnövekedett rezsidíjakat az állam átvállalja az intézményektől. A szekszárdi tankerülethez tartozó több mint 40 helyszínen is úgy terveznek, hogy egész évben az iskola falai között tanulnak majd a diákok. Nem készülünk, a kormány célja is az, hogy zavartalanul, hagyományos tanrendben működjön az oktatás, mi is erre készülünk. Idén a tavalyihoz képest valamivel csökkent az iskolások száma idehaza.